Fonát zenében folytatjuk, jön Csondor Kata. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézel, s látsz egy arcot, ami némán gond pihen. Reményt adhatsz pár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó kedv könyv helyett. A másod nincs is, ezt add tovább. Az ünnep minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézel, s látsz egy házat, mit a napfény elkerül. Kopog csendben meleg szívvel, úgy már nem lesz egyedül. Jut még a fényből egy cseppnyi láng, jó kedv könyv helyett. A másod nincs is, add tovább. Van még gondolat, mi átadható, s van száz pillanat, szétosztható. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó a tovább énekelte Csondor Kata. Mindenhol ezt hallom, szia Kata egyébként, tényleg ebben az időszakban, és szerintem lehet, hogy háromszor annyira figyelnek rá talán idén az emberek, nem? Nem? Hogy érzelt ebből valamit? Nagyon, ez most egy kicsit remélem, kerül? Igen, remélem, hogy így van, mert hogy fel is dolgoztam Kökény Attilával és Vastag Csabával, pontosan azért az volt az egyik, hogy jó kedv könyv helyett, ha másod nincs is, ezt add tovább, mert így jut még bárkinek békés nagy világ, amit nagyon szeretnénk. Én azt gondolom, hogy Szabó Ági szavai, amit 10-11 évvel ezelőtt megírt, az most nagyon-nagyon aktuális, és szerettem volna, hogyha megint énekelnénk, ha megint odafigyelnénk, független attól, hogy ez tényleg az ország dala lett, és képzeljétek el, hogy kaptam a napokban egy olyan úgynevezett karantén videót, ahol az ország minden pontjáról, határon túl és innen is a pedagógusok, a tanárok énekelnek egy-egy sort. Tehát amikor látod, kírják, hogy honnan is, a karantén videó, hogy mindenki a szobájából, annyira megható, hogy tényleg ez az ország dala, éneklik az emberek, éltetik, és most már mondom ez ezzel a két sztárral is. Mikor lett ennyire közkedvelt ez a dal, mert hát most már 11 éves. Igen, ez egy reklám részlet volt, egy pici négysoros dallam részlete egy telekommunikációs cég reklámjában, és
annyira egyedülálló módon keletkezett, hogy képzeljétek el, hogy azóta volt olyan médiaiskola, ahol tanították ezt a keletkezést, hogy hogy lehetett egy teljes dalt életre kelteni egy pici dallam részletből, és ilyen még sem a magyar zeneipar történetében nem volt, sem pedig a reklámiparban. Hogy az emberek tulajdonképpen kikövetelték azt, hogy egy pici részletből legyen egy teljes dal. És azóta is életben tartják, szeretik, éneklik, kórusok, és tényleg én annyira büszke vagyok arra, hogy menedzsment nélkül, kiadó nélkül egy ilyen dal létezik, és hogy ezt én énekelhetem. Szóval, hogy ez egy különleges dolog. A Kökény Attila és Vastag Csabának nyilván nem volt ismeretlen a dal, de milyen volt velük egyébként dolgozni, mert azért nyilván mindenki a saját hangjával énekelte, igen, és tette hozzá, igen, azokat a sorokat, amiket hozzátett. Ez volt a cél, hogy én tudtam, hogy mind a ketten lelkileg hangot tök különbözőek egyébként, igen, és azt mondják, hogy mégis ajánlom szeretettel a klippet mindenkinek, hogy egységet alkotunk, azt mondják, mind a kettőben megvan az a lelki többlet, amit ez a dal megkíván, úgyhogy én így is válogattam őket össze. Én kértem őket föl, jól megfontoltam, és nagyon rosszak voltak. Nem, egyébként imádták az egészet. A szívükben nem volt tényleg. Nem, tehát tényleg az volt, hogy egyébként igen, de közben meg nem is. Tehát a Csaba például direkt telefonált nekem, hogy ő szeretne még egyszer eljönni a stúdióba, és még azt ott kijavítani, mert ott nem elégedett. Tehát nem, hogy még jobban szeretné. Tehát, hogy a szívük benne volt tényleg. És az egész egy sokkal modernebb hangzást kapott. És ezt a koncerten is eléneklitek, ami 25-én? Annyira boldog vagyok tényleg, hogy december 25-én. Hát az 4 nap. Az a megtiszteltetésért ebben az időszakban, amikor nem lehet a zenészeknek élőben játszani, hogy az M2 akusztik műsorában, ugye, ami az A38-ról megy, mi ott élő koncertet, karácsonyi koncertet adtunk, és vendégem volt ez a két neves művész úr, és már alig várom, hogy odaérkezzünk, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy boldogság. Amúgy is nagyon szerettem volna már ebbe az akusztik koncertbe úgymond bekerülni, és most ez megadatott egy ilyen helyzetben. Úgyhogy egyébként meg nagyon érdekes, mert egy újabb dal is a tarsajomban van, hogyha beszélhetek erről, amihez januárban fogunk klippet forgatni, és az ország egyik legnevesebb rappere fog benne részt venni. És ez azért érdekes, hogy most hozom a rappet, meg egy teljesen más dalt, mert hogy tényleg a karácsonyi angyalkához kötnek az emberek zeneileg, de közben meg van egy másik énem is zeneileg, és most picit az lesz a következő. Kemény, ez olyan rokkos. Picit más hangulatú lesz. Arra is kíváncsiak leszünk, és jó egyébként, hogy amikor hallunk vendégeinktől olyan mondatot, hogy ez lesz januárban, és ezt csináljuk. Tehát nem majd az esetleg a ha, hanem hogy igen, lesz. Igen. Mi örömmel vesszük a tényeket, abszolút, mert abból sajnos én kevés is van most. Én is nagyon boldog. Meg szeretettel várunk vissza, hogy majd azt is megfogadjuk. Azt már mondtam a mondatom de nem. Köszönöm szépen, nem elég. Szépen, hogy itt volt egy pillanat erejéig, maradj még velünk, mert ugye a hangulatunk ünnepi, viszont sajnos nagyon sok olyan család van, ahol a hangulat nem tud ünnepi lenni, mert például egyik szerettük kórházban ápolják, és nem tud bele lenni a család, vagy legfeljebb a kórházban. Ilyen a Demjén család élete is, hétköznapjai, és ilyen lesz az ünnepük is, hiszen 3 éves kisfiúk súlyos beteg és kórházban van. Szia, Butika! Szia, itt van anya! Mária a kisfiához érkezik a Betesda gyermekkórház intenzív osztályára, ahol a 3 éves Botondot 5 hónapja ápolják. Ő egy súlyos immunbeteg, ami már itt derült ki a Betesda kórházban, ami jelenleg nem gyógyítható. Az édesanya a férjével és a kisfiúval Kárpátaljáról érkezett júliusban. A szülőket a Betesda gyermekkórház udvarán lévő anyákházában szállásolták el. Nagyon szeretek itt lenni, mert olyan, mintha otthon lennék, és ugye a legfontosabb, ami, hogy Botival lehetek
férjem, ő dolgozik, ő bútorszerelő, ugye ő a 7 napból 6 napot dolgozik, ugye, és ugye ő is hétvégén amúgy beszokott jönni a Botihoz. Hogy a kisfiam mellett lehetek, ugye ez egy nagyon jó érzés, és ez egy jó lehetőség az, hogy bent lehetek vele. És ugye ez egy Botinak is fontos, amit tényleg látok, hogy tehát jobb a közérzete meg maga minden, ha anya ott van mellette. Az édesanya azt mondja, Botondon kívül még van egy 10 éves kisfia és egy 18 éves nagylánya. Ők teljesen egészségesek. Botond másfél éves koráig egy vidám, boldog kisfiú volt. Másfél éves korában lett egy tüdőgyulladása, abból lett egy ilyen légúti fertőzés. Gyakran megfázott, meg belázasodott, ami odáig vezetett el, ugye, hogy újra kórházba kerültünk Kárpátalján, és ugye egyre napról napra romlott az állapota, és kaptunk egy ilyen segítséget a Református Egyház által, hogy szeretnének segíteni, hogy eljöjjünk ide Magyarországra, hogy a Botit tovább vizsgáljunk, hogy konkrétan ugye mi a betegsége. És ugye így kerültünk a Betesda kórházba. És mit mondanak az orvosok? Mik a kilátások? Nem tudjuk. Tehát az, hogy Boti állapotában tovább hogy lesz, ezt nem tudjuk. Az, hogy most stabil az állapota, de hogy továbbiakban hogy lesz. Ugye jelenleg ő nem gyógyítható. Ugye neki van egy központi idegrendszer, ami sérült. És ugye a végtagok le vannak ménóval. Minden egyes intenzív dolgozónak, ugye az orvosoknak, ugye az ápolóknak, mindenkinek. Csak hálánkat és köszönetünket tudjuk kifejezni. Mert a 024 bot vannak Botival, és vigyáztok rá, ápolják, óvják, és bármi van, ők mindig ott vannak. Mivel a kisfiú állapota jelenleg stabil, ezért a család hamarosan hazaviheti Botondot, ám csak megfelelő körülmények közé. Itt kellett, hogy egy albérletet keresünk. Január első hetében lesz az, amikor a Botival haza fogunk menni otthon lélegeztetett gépekkel, meg mindennel, ami azt jelenti, hogy 5 géppel fogunk hazaérkezni, amihez ugye egy olyan lakást kellett kerítenünk, ami új felépítésű, rendezett és azonnal költözhető. Ugye a 10 éves Máté, ő már itt van, a nagymamával érkezett meg ide Budapestre. Ide jár iskolába? Igen, ide jár iskolába, már most egy hete. A nagylány még ott hol van, hát reméljük, hogy a januárban majd ő is megérkezik hozzánk. Nekünk itt ugye muszáj maradni, mert ugye Boti állapotát otthon, Kárpátalján nem tudjuk biztosítani ezt az otthon lélegeztetési programot, és ugye emiatt itt kellett, hogy maradjunk. Ám a család meglehetősen szűkös anyagi körülmények között él. 250 ezer forint a férjemnek a fizetése, ugye 175 ezer a albérlet, plusz a rezsi, és még ott van a mindennapi megélhetés, meg még 2 gyerek. Tehát így nagyon nehéz. Igen. És mi az, amit szeretne? Hát, amit szeretnénk, az, hogy Boti meggyógyuljon. A családunk egyben legyen, és egy saját otthont, egy lakást. Aki szeretne segíteni a Demján családnak, az hívja szerkesztőségünket a 061-759-5500-as telefonszámot, és adunk információt, hogyan tudnak segítséget adni. Itt a stúdió előterében előbbi vendégem Csondor Kata, aki kihozta magammal, és Malek Andi, illetve Jáger Bandi, azaz a Malek Andi szólisztik mellettem, és nem a zenéről beszélgetünk, ez a mániánk itt kint, hogy nem a zenéről beszélgetünk, csak a stúdióban. Semmiatt nem fogok kérdezni, ami nagyon-nagyon nehéz lenne. Egy kicsit mi már beszélgettünk erről Andiékkal, és el is mondtuk az adásban, hogy mi lesz a karácsonyi menü, hogy a konyhában mi készül majd. Kicsit más irányból próbálom megközelíteni, hogy egyáltalán ez a karácsonyi felfokozott tempó, ami most valószínűleg nem annyira felfokozott, vagy mindenki eldugja a felfokozást, hogy ne tűnjön fel, ez egyébként átragad rád, vagy te tudod ugyanolyan nyugodtan csinálni, mert ez egy ünnep, tehát hogy nem kell túl stresszelni. Hát szerintem engem nem stresszel senki. Tehát nagyon sokan vannak a környezetemben, de elfogadják általában, amit nyújtok. Én igyekszem nagyon, és hát azt gondoltam, hogy ebben az évben nem lesz olyan sok dolgom, de még több dolgom van, mint egyébként szokott lenni, mert az ember ilyenkor bevállal mindenféléket, hogy akkor neked is megcsinálom ezt, neked is ezt, és akkor én is ezt megsütöm, akkor áthozom, és akkor ebből telik ki a nap. Andi, én nem tudom elképzelni, hogy te fölidegesítenéd magad nagyon valamint. Különös... nem mondom, hogy akkor mutasd meg, hogy milyen, amikor ide, hogy így nem tudom elképzelni. Nem, hát általában békesség van meg.
Hiába nevetlek. Adás után megkérdezem. Általában békesség. Jó, hagyjalak békén ezzel. Igen. Jó, tehát általában békesség. Nézek közben az Andira. De tényleg, hát szerintem igen. De hát igen. Mindenkit fel lehet idegesíteni. Engem is, de azért általában jól érzed, hogy a béke árad be. Na, hát akkor nem lőttem azért nem, annyira mellé. Na, Katához fordulok még egy pillanat erejéig, ugye hallva a dalt, és utána én szintén téged mondjuk elképzellek egy tepsivel a kezedben, tehát nálad sem tudom elképzelni egyébként, hogy az idegösszeomlás kerülgetne, vagy ez is egy csalókakép azért, mert hát, úgy azért. Pedig most lehetne, mert olyan szinten le vagyok maradva, hogy még semmi, sehol nem tart semmi. Tehát, hogy semmilyen készülődés, semmilyen formája nincsen, csak a fejemben, de hogy ezt a 2,5 nap alatt hogy fogom tudni megvalósítani. Ja, szerintem átragad rád, hogy üres tepsivel dalolod a dalt, és egyszer csak teli lesz az önem, lehet, hogy lesz benne valami. Fogok csinálni beiglit. És annyi alapanyag kell hozzá, és van-e bírsalma sajt, hol lehet kapni, hol, mert tesz, ahogy ilyenek. Ilyenek azért már foglalkoznak. Hát kapni lehet, csak gyorsan. 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 Mert hogy az csak piacon, nem? Bírsalmas, hát ott raksz a belgét. Azt mondja, melyikbe? Ez a... Így nem halljuk. Nem, lekvár. Ananászt is, lekvárt is, bírsalmasajt. Tehát ez lehet, hogy Csondor Katát a karácsony udáni időszakban meghívjuk, ez a hogyan lehet még karácsonyi beiglét csinálni, mert hogy én egyiket sem teszem soha a beiglébe, de szerintem te se ettél még ananászos. Beiglét nem még. De hogy ettél ananászos bírsalma sajtok? Nem, de érdekelne. Frank Júlia receptje. Na, hát ez itt. Akkor a Frank Júlia receptjét kell megnézni, de egyszer megsütöd nekünk, a következő karácsony adás előtt megsütöd nekünk. Köszönjük szépen neked, hogy itt voltál, ti, hogy még jöttök hozzánk, mi pedig hát ételekről beszélgetünk, nagyon remélem, hogy most a konyhában folytatjuk. Jól tudtad, bizony a konyhában folytatjuk, itt vagyok Anitánál, és készül a leves, sőt a beigli már olyan állapotban van, hogy ez sül, ugye? Tehát ez ennyire gyorsan megy egyébként, vagy ennyire előkészültél? Előkészültem azért.